Halin, Toku vagyok, ez pedig nem más, mint egy újabb rendszer bemutató, méghozzá egy igen jó kis karcsú energiafogyasztású kislánynak a bemutatója, ugyanis ez az oprendszer, kérem szépen, bemutatnám, nem más, mint a Peppermint 7 színjel, méghozzá úgy jött ő létre, hogy volt egy apja, a Debian, Jesse 84, meg volt az anyja, a Lubuntu. Ők úgy szépen összejöttek, azt ez lett a vége. Na de hogy miért kéne neked egyáltalán kipróbálnod a Debian, az Ubuntu, a Lubuntu vagy a Linux mint helyett ezt a fajta cuccost? Nos, nem másért, mert ez már félig bizony felhőbe dolgozik, vagyis sokkal könnyebben tudjuk tárolni adatainkat, vagyis ha megdöglik a Winchester vagy SSD, akkor is továbbra meg tudod tekinteni azt, amivel dolgoztál. Viszont, ami nagyon jó tulajdonsága ennek a kis cuccosnak, az nem más, hogy iszonyú keveset fogyaszt, már amikor éppen elindítod, ugyanis, mivel ő még ugye gyerekcipőbe jár, olyan tekintetben, hogy hát apuci meg anyuci még nevelgeti elég keményen, így keveset is zabál, ami azt jelenti, hogy amikor beindítod magát a rendszert és még nem telepíted a frissítéseket, amit nem értek az összefüggésben, de mindegy. Szóval akkor olyan 220-230 megabájtot zabál, szóval igen gyenge követelménye van, procik meg nullát, úgyhogy tök jól el van gyenge gépeken is. Na most viszont, ha felrakod a telepítéseket, na akkor jön egy kis érdekesség, mert megúkozik ez 380-390 400 megabájtra, és akkor még nem eresztettél rá olyan memóriazaváló szörnyetegeket, mint például én, vagyis a Chrome-ot, ugyanis nézzük, hogy ugye a Chrome maga az itt van, és akkor ezt itt szépen fogom, elhúzom a francba, mert nekünk ugye most ez nem kell, és akkor megnézzük, hogy mit is zabál ez a fajta történet. A terminál szerint nem ez kell nekünk, feladatkezelő kéne, ha megtalálnám, meg is van, na szóval elég volt a bénázásból, egy Chrome, egy Vocal Screen, na meg ugye a terminál mellett szépen zabálunk egy 1379 megabajtot. Na de viszont, ha kilőjük a Facebookot, mert minek az, közösségnek nem kell lenni, hoppácska, le is megy szépen lassan. Egészen most 766-ig, mert hogy ugye megy a felvétel, amúgy lemegy egy olyan 400-ra is, ott meg is áll. Ami ugye közös tulajdonsága a Debian és Lubuntu-ból, hogy ez is a 16.04-es Ubuntu-ra építkezik, így már 4.4.031-es kernelt használ, ugyanakkor továbbra is problémák vannak a AMD-s driverral, ugyanis ma már van AMD-s driver, viszont azt egy kicsit körülményes fölpakolni, éppen ezért én sem kezdtem neki így két-három napos rendszer használat után, pont azért, hogy ne legyen az, hogy összeomlasztom éppen a rendszert, először bemutatom, majd utána szétcseszem. Általában mindig így szokott lenni. Úgyhogy van AMD driver, viszont egy SD-kát kell hozzá fölpakolni, hogy a Vulkan, ugye, ami már beépülője az AMD-nek, lehessen használni. Aztán nézzük, hogy még mik az előnyei ennek a történetnek. Hát gyakorlatilag ugyanúgy van szoftverközpont, ugye, ugyanúgy van szinaptik csomagkezelő, sőt már gyárira be van telepítve, ami már ugye megszokott és tök normális, hogy Firefox-al alapböngésző nekünk, de van Dropboxunk is, BitTorrent kliens, egy kis esti szórakozásra vált, és akkor hang és videónál természetesen ott van egy óreg megszokott VLC is. Úgyhogy én azt mondom, hogy azok, akik szeretnének valami újat kipróbálni, mert mondjuk a Unity annyira nem jön be nekik, vagy a Debian már még nem merek megkóstolni, vagy már megkóstolták, de valami könnyedebbre vágynak, akkor itt van ez a Peppermint nevű kis csoda, aztán tessék kipróbálni és jókat szórakozni. Addig viszont, ameddig én nem jövök a következő videóba, szép szórakozást, meg szép napot, pá, pá!